Nem szavazta meg a Mi Hazánk mozgalom az alaptörvény módosítását, mert az törvényesíteni akarta a korrupciót. Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk az LMBTQ propaganda agresszív nyomulásával szembeni fellépés mellett. Ezzel kapcsolatban több indítványunk volt, és több figyelemfelhívó akcióval is élt a Mi Hazánk mozgalom korábban. Ezt az alaptörvényben jelenleg rögzített alapvetést csak az első lépésnek tudjuk ebben a harcban tekinteni. A kormány csak elkezdte, de nem fejezhette be a teendőket az agresszív és káros homoszexuális propaganda visszaszorításával szemben. A normalitás pártjaként a Mi Hazánk mozgalom a lehető leghatározottabban lépett fel eddig is a szivárványos zászló középületekre történő kihelyezése ellen, valamint a mesekönyvbe bújtatott aberrált propagandával szemben is, így a kormány által előterjesztett módosításnak ezen részét tudtuk volna támogatni, ahogy támogattuk azt az igazságügyi csomagot is, amely a későbbiekben megtiltja, hogy homoszexuális párok is örökbe fogadhassanak gyermekeket. Ugyanakkor a Fidesz ismét élt azzal az igazságtalan és tisztességtelen módszerrel, hogy saláta alaptörvénymódosítást nyújtott be, tehát egyetlen gomnyomással kellett döntenünk az LMBTQ propaganda visszaszorításáról és a közpénz fogalmának meghatározásáról. Ez utóbbi volt elfogadhatatlan a Mi Hazánk mozgalom számára. Nem vagyunk hajlandóak asszisztálni a kormányzati korrupcióhoz, nem vagyunk hajlandók megszavazni a lopás törvényesítését, ezért választottuk a tartózkodást a végszavazás esetében. A Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként korábban kezdeményeztem a homoszexuális propaganda iskolai tiltását, de ezt a javaslatomat a Fidesz nem támogatta, miattuk lehetnek még mindig jelen az iskolában ezek a szervezetek, és folytathatnak propaganda tevékenységet. Több hazai és nemzetközi kutató is rámutatott, hogy a környezetnek igenis van befolyásoló szerepe a szexuális irányultságra, és idéznem kell Karsánszky Ferenc közgazdászt, aki egy elemzésében a vasárnap.hu hírportálon rámutatott, hogy az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában kimutatható, hogy az LMBTQ érzékenyítés jelenlegi módozatai nem csupán empatikussá teszik a társadalmat, hanem hatással vannak az LMBTQ személyek számának növelésére is, elsősorban a fiatal felnőttek körében. Hangsúlyoznom kell még egyszer, hogy az LMBTQ-val szembeni harcban minden támogatást megadunk a kormányzatnak, és várjuk azt, hogy a mi javaslatainkat is támogassák például az iskolai propaganda visszaszorítására vonatkozóan, azonban a kormányzati korrupció csúcsra járatásához nem tud a Mi Hazánk mozgalom hozzájárulni. Sőt, mi nem szeretnénk egy oligarcha társadalmat felépíteni, épp ellenkezőleg a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely vagyonadót vet neki a milliárdosokra is.